A hagyományos születi felvonulás Tolnán is megmutatkozott. A Selyem óvodai kicsik előadásával. Táncoltak és énekeltek ezen a szép napon, a hangulat garantált volt. Nagy örömünkre szolgál, hogy az idén is megrendezésre kerülhetett a néphagyományőrzés rendezvényünk, a Születi Bál, amire nagyon nagy örömmel fogadtuk a szülőket, mint támogatókat, és örültünk, hogy ennyien eljöttek, és osztoztak az örömünkben. A gyerekek nagyon készültek az elmúlt hetekben versekkel, mondókákkal, énekekkel. Reménykedtünk benne, hogy az időjárás velünk lesz, és de szerintem hálásak lehetünk, mert nagyon jó időnk van mára. A kikérővel kezdtük, amiben a bíró kikérte a bírónét, majd volt lehetőségünk egy felvonulásra a szülőkkel együtt, és ezt díszítette a lovaskocsis fogatok, és a hintó, amire a kisgyerekek felülhettek. Örültünk, hogy a szülők vonultak velünk, együtt énekeltünk, együtt táncoltunk, együtt zenéltünk, majd egy körtánccal díszítettük még a menetünket a főútvonalon, és most pedig a napfénypontjaként a Csurgó Táncház ad nekünk egy kis rendezvényt, majd pedig a napot zárjuk egy tombola sorsolással. 40 kisgyerek az, aki részt vett, vegyes csoportú, mind a két csoportunk, a kis csoportostól a nagy csoportosig. Nyilván a nagy csoportosok kapták a főszerepet, ők azért már ügyesebbek, a kis csoportosok pedig ugyanúgy együtt énekeltünk, mondókáztunk, verseltünk. Táncoltunk, meg lovaskocsistunk, meg még verset tanultunk. Épp mondtam a Jukkának, hogy ezek a régi számok, hogy így nem elfelejtett, de így visszajöttek a dallamok, meg úgy egyáltalán a szöveg, minden. A nagyszülők vagyunk, unoka, a páromnak az unokája lép fel, ő a bíró, Köszegi Levente. Ráléptem egy szalmaszára, vágyik szívem a bornára, Köszegi Levente az én nevem, csak a jó gusztot szeretem. Nagyon aranyosak, és tényleg ezek a régi kis énekek, amit az ember nap mint nap nem hall, ezek most úgy visszaemlékeztet bennünket a mi gyerekkorunkra. Nagyon aranyosak. Tavaly is volt. Csak tavaly még ilyen születes legény volt az unokánk, most meg bíró lett, és nagyon készült rá. Aranyosak nagyon, tényleg. Mindenki szívének melengető érzés, amikor a kisebbek is viszik tovább a régóta őrzött hagyományokat.